Egerben évek óta van egy program, igyekeznek bevonni a megyei börtön fogvatartottjait a város életébe, különböző programoknak köszönhetően. A rabok több alkalommal szedtek már például szemetet a köztereken, vagy vettek részt különböző parkrendezésben. Kapcsolunk a helyszínre, a Markot Ferenc kórházhoz. Most milyen program zajlik? Szervusz, köszöntöm a nézőket, szépül a Markot Ferenc kórház előtti tér, épp virágültetés történt, hogy pontosan hogyan kapcsolódnak mindehez a fogvatartottak és a megyei büntetés végrehajtási intézet. Ezt Juhász Attilától, az intézet parancsnokától kérdezem. Jó napot kívánok! A Heves megyei Büntetés Végrehajtási Intézet 2008-ban kezdte meg a Börtön a Városért elnevezési programját. Ebbe a programba szervesen illeszkedik ez a mai akció. A kórház keresett meg minket azzal, hogy segítsünk nekik a kórház épületének a megszépítésébe, és az intézet örömmel jelentkezett, hiszen úgy gondoljuk, ez egyfajta társadalmi küldetésünk is. A mai az ugye nem első alkalom, ez már elhangzott. Mi mindenben vettek részt, mi mindenben sikerült bevonni a fogvatartottakat idáig? Az intézet 2008 óta már a 82. alkalommal végzi ezt a programot. 82 alkalom alatt rengeteg minden történt, nagyon sok mindent tudtunk Egerben elvégezni. A fő célunk az volt, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy az intézet szerves része lett egy helyi közösségnek. A fogvatartottak takarítottak már az érsekkertben, voltak a Szépasszonyvölgybe takarítani, újítottak fel játszóteret, megszépítették az egri várpadjait, és számos olyan helyen voltunk már, ami azt gondolom mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy Eger egy még szebb, még élhetőbb város lehessen. Gondolom azért ez egy népszerű program lehet a fogvatartottak körében is. Hogyan választják ki azokat? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki részt vegyen ezekben? Az elsődleges szempont az önkéntesség. Ez egy restauratív típusú program. Szeretnénk a fogvatartottaknak lehetőséget biztosítani arra, hogy bebizonyítsák a társadalom felé, hogy ők változtak, hogy szeretnének jóvá tenni valamit abból a cselekményből, amit elkövettek a társadalom ellen. Ez egy nagyon jó példa arra, nagyon jól működik a gyakorlatban. Azt tapasztaljuk, hogy a fogvatartottak nagyon szívesen vesznek részt, és rendszeresek a túljelentkezések erre a programra. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a jövőben ugyanilyen intenzitásra, ugyanígy tudjuk még folytatni a programunkat. Juhász Attilának köszönjük szépen. Amint hallhatták, működik Egerben ez a program, amit az is mutat, hogy több hasonló intézmény is átvette már az ilyen jellegű programokat. Stúdió. Kereki Gergely, Egerből köszönjük.